Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túli Hírmondó című műsorunkat látják 2021. február 8-án hétfőn, a pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. 2021-es költségvetési rendelet. Horgászattal kapcsolatos aktualitások. Az előkészítő munkák már az elmúlt év decemberében megkezdődtek a Város 2021-es költségvetésével kapcsolatosan. Herceg Zsolt polgármester február 5-én pénteken közösségi oldalán közzétett tájékoztatójában ismertette a lakossággal a legfontosabb tudnivalókat a Mezőtúri Önkormányzat 2021-es költségvetéséről. Tisztelettel köszöntöm Önöket! A mai napon önkormányzatunk megszületett új 2021. évi költségvetési rendeletéről szeretném Önöket tájékoztatni. Az előkészítő munkák már az elmúlt év végén, decemberben megkezdődtek. Az önkormányzati intézményektől, az önkormányzati gazdasági társaságoktól bekértük az adataikat, azokat a gazdasági mutatókat, számokat, amelyeket prognosztizáltak 2021-re. Aztán itt a pénzügyi kollégák elkezdtek dolgozni az anyagon, és január elejétől minden gazdasági társaság vezetőjével, illetve az intézmények vezetőjével külön-külön leültünk tárgyalni, átbeszéltük az idei évet, természetesen pénzügyi, gazdasági oldalról. Amit a költségvetésünkkel kapcsolatosan feltétlenül el kell, hogy mondjak, az állami normatíva oldaláról azok a következők. Ugye már az elmúlt évben is, tehát 2020-ban is a gépjárműadó eddig itt maradó része az elkerül 2021-ben is az önkormányzatunktól, ennek a mértéke 45 millió forint. Ugyanúgy, mint az elmúlt évben, szolidaritási hozzájárulást kell, hogy fizessen az önkormányzatunk, ennek a mértéke 62 millió forint, ez megegyezik az elmúlt évivel. Ezt úgy érvényesíti az állam velünk szemben, hogy az adott állami normatívát ezzel az összeggel csökkenti. Tehát látható, hogy a két számból, hogy durván 100 millió forinttal már is csökkent a költségvetésünk. Ugyanakkor pozitív történésekről is beszámolhatok, ami a normatívára vonatkozik. Például arról, hogy még 2020-ban és az azt megelőző években is egy úgynevezett beszámítást alkalmazott az állam az önkormányzatokkal szemben. Ezt úgy kell érteni, hogy a beszámítás azt jelentette, hogy minél nagyobb egy önkormányzat adóerő képessége az adott feladatok kapcsán, amelyek itt ugye beszámításra kerülnek, elvon forrást, tehát csökkenti a normatívának a mértékét. Ennek az összege 2020-ban 137 millió forint volt, tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy 137 millió forinttal csökkent a normatívánk. Ezt az elvet most 2021-ben nem alkalmazza, ez magától értetődően pedig azt jelenti, hogy 137 millió forinttal rögtön megemelkedik a normatívánk. A másik meghatározó eleme a normatíváknak, hogy a feladatfinanszírozás van, és különböző feladatokra kapja az önkormányzat a normatív finanszírozást, hogy összességében, tehát ezzel a 137 millió forinttal együtt, és annak köszönhetően, hogy még néhány feladat vonatkozásában, például a közös önkormányzati hivatalra, annak a működésére adott normatíva esetében is emelkedés mutatkozik, így összességében azt lehet elmondani, hogy a normatív támogatásunk az összesen 228 millió forinttal több, mint az elmúlt évben. Ez mindenképpen egy jó hír. Aztán hogy az elmúlt évben kaptunk egy olyan számunkra hátrányosnak nevezhető hírt, hogy a helyi iparűzési adók felét az állam elengedi a kis és közepes vállalkozások részére. Ezt ugye mindenkinek
kérnie kell, kérelmeznie kell, hogy ez az 50%-os mértékű csökkenés bekövetkezzen. Mi itt kiszámoltuk a kollégáinkkal, ennek a mértéke 197 millió forint. És ugye amikor ez a bejelentés megtörtént, akkor még nem tudtuk, hogy ez hogyan lesz a részünkre kompenzálva. Azóta született egy jogszabály, amely alapján teljes mértékben megnyugodhatunk, hiszen a jogszabály alapján a mi esetünkben ez a 197 millió forint két részletben ebben az évben, júniusban és októberben az állam részéről támogatásként meg fog érkezni az önkormányzatunkhoz, tehát nem veszítünk el bevételt. Sőt, hogyha azt nézzük, hogy itt ugye mindig van kint lévőségünk az adókivetések kapcsán is, akkor még talán ez jobb is a számunkra, hiszen ez a 197 millió forint biztos, hogy meg fog érkezni az önkormányzat számlájára, míg ellenkező esetben, hogyha adókivetés formájában számítottunk volna erre a bevételre, akkor biztos, hogy maradéktalanul nem számíthattunk volna erre a bevételre. Egyébként ez a 197 millió forint ugye a döntés értelmében a kis és közepes vállalkozásoknál marad, tehát itt marad a mezőtúli vállalkozásoknál, a vállalkozóknál, és hogyha ők úgy döntenek, hogy a dolgozóikat akarják elismerni jobban, akkor ez, mondhatjuk nyugodtan, hogy ez az összeg a mezőtúli embereknél marad. Ez tehát a költségvetésünk normatívát érintő lényegi oldala, és hát a kronológiai menetet folytatva, ugye amikor összeállt az anyag, amikor letárgyaltuk az illetékes vezetőkkel részletről részletve a saját költségvetéseiket, a múlt hét folyamán került kiküldésre a képviselőtestület részére a rendelettervezet. Most itt a pandémia idején sajnos a képviselőtestület, illetve a bizottságai nem ülésezhetnek, de feltétlenül fontosnak tartottam azt, hogy a képviselőtársaim véleményét a legfontosabb döntésünk kapcsán kikérjem. Ezt követően érkezett egy olyan megkeresés Kovács Attila képviselő úrtól, hogy a TEKE részéről egy személyes egyeztetést tartanának fontosnak. Ennek a kérésének a tegnapi napon eleget is tettünk, hiszen ő és Kovács Mihály képviselő úr érkeztek hozzánk, akikkel közel két órán keresztül végig tárgyaltuk a költségvetést. Képviselő uraknak volt lehetősége kérdéseket feltenni, el tudták mondani a véleményeiket. Tulajdonképpen kardinális módosító javaslatok nem érkezett. Két olyan javaslatuk volt, amely kapcsán abban maradtunk, hogy ha majd a rendeletünk első alkalommal módosításra kerül, akkor ezeket figyelembe vesszük, és támogatásomról biztosítottam őket, de ezek abszolút nem lényegi javaslatok voltak. Tehát maga a költségvetési rendeletünk az változatlanul maradt. És akkor mit láthatunk a költségvetésünkben? Elsősorban azt, ami a működési területet illeti, hogy a működésünk az 2021-ben is stabil lesz. Ez természetesen vonatkozik az önkormányzati intézményekre, könyvtárra, óvodára, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás berkein belül működő szociális szolgáltató központunkra, és hát természetesen az önkormányzati feladatellátás rendszerében működő gazdasági társaságokra egyaránt. Nagyon fontos ez, hiszen amikor egy költségvetésről beszélünk, akkor mindig a működésről kell, hogy szót ejtsünk legelőször, hiszen az önkormányzatunknak jócskán van kötelező feladata, és bizony sok önként vállalt feladatunk is van, és nagyon fontos, hogy ezeknek a financiális háttere rendben legyen. Amit még tudni kell, az az, hogy a kapott állami normatívákhoz a saját bevételeinkből minden esetben hozzá kell rendelni, és az imént elmondottakból látható az, hogy lényegesen több saját bevétele van 2021-ben az önkormányzatunknak, mint az elmúlt 2020-as esztendőben. Így beszélhetünk már az idei évben az önerőből megvalósítandó fejlesztésekről is,
hiszen sajnos az elmúlt évben a tavaszi pandémia kirobbanása után úgy kellett módosítanunk a költségvetésünket, hogy a saját önerőből megvalósítandó fejlesztéseinkről le kellett mondanunk. Ez nagyon fájt nekem, hiszen olyan elképzelések szerepeltek benne, mint a földes utcák megszüntetésére vonatkozó tételek és számos más egyéb értékes fejlesztési feladat. Most az idei évben ezeket már be tudtuk emelni a költségvetésünkbe, és hát örömmel tájékoztatom önöket, hogy csak a belterületi utak építésére, nevezetesen a földes utcák megszüntetésére 100 millió forint saját erőt tudtunk betervezni. Itt az utak kapcsán az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban számos megkeresést kaptam, nagyon sok panasz jutott el hozzám. Ugye a telünk az nem volt igazán hideg, tehát nem volt sokszor fagy, így valóban elképesztő állapotok uralkodnak néhány városrészben. És hát a kollégáimmal elvégeztettem egy olyan elemzést is, hogy melyek azok a körzeteink, ahol a földes utcák aránya a legmagasabb. Hát ezek az Újváros, az alsó rész, és ezeket követi az Oncsa. Az alsó részen például, ha valaki megnézi a Törőpál utcát, akkor elképesztő állapotokat lát. Nos, feltett szándékunk, hogy az idei évben ezeknek az útalapokkal történő ellátását meg fogjuk oldani. Nyilvánvalóan nem szeretném önöket azzal kecsegtetni, hogy ez a 100 millió forint minden problémát megold, de az önkormányzatunk törekszik arra, hogy a 2021-27-es uniós költségvetési ciklusban rendelkezésre álló forrásokból, és talán még a kreatív régiók rendszeréből, majd hozzánk idejutó forrásokból egy nagyon nagy volumenű útépítési programot tud megvalósítani, és nagyon szeretném azt elérni, hogy 2024-re ennek az önkormányzati ciklusnak a végére már ne legyen olyan utca, ahol télen nem lehet közlekedni. Itt majd nyilvánvalóan egyeztetünk az illetékes képviselőkkel, amelyet már korábban is megtettünk, számítunk a véleményükre, és hát tulajdonképpen én arra számítok a részükről, hogy a prioritási sorrendet majd ők fogják meghatározni, elsősorban az említett városrészekben. Nagyon fontos terület még, ami a költségvetésünket érinti, a pályázaton elnyert forrásokból megvalósítandó beruházásoknak a kérdése. Ugye itt is az idő múlásával ugye azt tapasztaljuk, amely törvényszerű, hogy a kivitelezési költségek folyamatosan emelkednek, hiszen a bérek ugyancsak folyamatosan emelkednek, és hát az építőanyag árak is jelentősen emelkednek évről évre. Viszont, ugye erről már korábban tájékoztatást adtam, 2019-ben 200 millió forintos hitelkeretet kaptunk egy kormány engedély alapján, ezt kérelmeztük, hogy a területi operatív programra benyújtott pályázataink megvalósítását azt mindenképpen el tudjuk érni. Tehát, hogyha a lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján többletforrást kell az elnyert pályázati forráshoz rendelnünk, ezt meg tudjuk tenni. Így várható, hogy a kerékpárút építés, itt két projektünk van, az idei évben reményeink szerint el tud indulni, ehhez az kell, hogy sikeres közbeszerzési eljáráson keresztül kiválasztjuk a kivitelezőt, vagy kivitelezőket, hiszen két projektről beszélünk, vagy akár említhetném a mozinak a kialakítását is, amit már nagyon sokan velem együtt várnak itt Mezőtúron. Tisztelt hölgyeim és uraim, a költségvetésünk tehát lényegesen kedvezőbb, mint amire én jól magam számítottam, lényegesen kedvezőbb, mint az elmúlt évben, és nagyon remélem azt, hogy az idei esztendőben sok szép építkezést, sok szép fejlesztést fognak látni. Ezúton szeretném megköszönni a pénzügyi gazdasági osztályunk vezetőjének, Boros Boglárkának és kollégáinak a munkáját, és természetesen köszönöm a konstruktív hozzáállást minden intézmény vezető és gazdasági
társaság vezetőinek is ugyancsak a konstruktív hozzáállását. Bízom abban, hogy egy sikeres évet tudunk megvalósítani itt Mezőtúron. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A téli időszakban a horgászat kissé eseménytelenebb sportág, mint a nyári hónapokban, azonban ilyenkor is vannak teendők. Veres Imre, a Pinki Horgászport üzletvezetője nyilatkozott televíziónak a fogási napló leadásával, a Mezőtúr környékén található vizek állapotával, valamint a jelenlegi horgászati körülményekkel kapcsolatosan. Mit tudnám mondani a fogási napló leadásával kapcsolatosan? Ugye február 28-áig kell ezt megtenniük a horgászoknak. Igen, hát az állami egy, ugye fogási napló az január 31-ig érvényes, addig tudnak vele horgászni a horgászok, és akkor van rá egy hónapjuk, hogy leadják, február 28-ig kell leadni. Aki esetleg ezt nem teszi meg, vagy elfelejti leadni, annak a MOHOSZ ugye 3000 forintos büntetés szab ki, amikor váltják az új állami jegyet a horgászok. Beköszöntötte a február, ugye tényleg a közepénél járunk. Mit tudnál mondani a Mezőtúr környezetében található vizek állapotáról? Csodálkozom is, hogy a berettyót nem horgásszák a horgászok, mikor most ugye nyári vízállás van, és azért a kormoránok megmutatják, ha feláll valaki a hídra, akkor látja a horgász, hogy hol vannak a halak, mert a kormorán az megmutatja, és nem horgásszák a vizet, pedig biztos lehetne kárász keszeget pontyot fogni ugyanúgy, mint nyáron, mert a kormoránok ott vannak rajtuk. Úgyhogy csodálkozom, hogy nem pecáznak a pecások, mert azért elég sok mindenki váltott már engedélyt. Nem horgásznak, de a kormorán az jól él, azok esznek rendesen. Ilyenkor ugye a kormorán beszorul ide a város közeli vizekbe, mert itt nem lehet ugye vadászni őket. És ugye a kormorán gyérítés szinte minden szövetség megigényelte, úgyhogy gyérítik a kormoránokat a külterületeken, ugye a Körösön, Peresen, meg ott, ahol ugye erre engedély van. És így a kormoránok ugye aránylag egy okos madár, így az beszorul oda, ahol nem lőhetik. Ebben az időszakban egyébként, amikor lehet horgászni, mert mondjuk adott hozzá az idő is, hogy jó, milyen halakra érdemes? Hát ugye most február 1-től március 31-ig a csukának lesz tilalma, azon kívül most nincs tilalom semmire, egész nyugodtan lehet szinte bármire horgászni. Egyedül még ugye a KHS vizeken a harcsa van letiltva, az február 28-ig, de hát az meg most ilyenkor annyira összevermel a harcsa, egy csomóba vannak, hogy azok nem is táplálkoznak ilyenkor, vagy csak ha táplálkozik is, csak a vermelő hely közelében, nagyon minimális szakaszon. A fogások és a versenyek szempontjából hogyan tudnád értékelni a 2020-as évet? Ugye nehezen indult az évünk a Covid miatt, meg az esőzések miatt. Ugye május végén tudtunk először kimenni holtágra, szinte annyira saras volt a történet. Így aztán, de május végétől viszont minden hétvégén verseny volt, ahogy engedte, mert azért sok eső esett, ahogy engedte az eső, úgy versenyeztünk folyamatosan, úgyhogy ez eltartott teljesen november elsőig szinte, már onnan megijött a vírus szabályzás, és akkor onnantól kezdve egy versenyt, amit beterveztünk tavaly, egy versenyt nem tudtunk megtartani, ugye a késő őszén, november közepe vége fele volt még egy pergető versenyünk, azt nem tudtuk megtartani, de a többit azt igen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket, addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!